Na még egyszer az ingatlanról. Tehát ha valaki alkalmazott, és van megtakarítása, annak azt javaslom, ingatlanba fektesse, nem tudok jobbat. Ha valaki számlás vállalkozó, vagy számlás alkalmazott, akkor a megtakarítását tegye ingatlanba, nem tudok jobbat. De ha valaki cégépítő vállalkozó, annak tilos ingatlanba fektetni. Tehát nem mindenkinek tilos ingatlanba fektetni, hanem a cégépítő vállalkozónak tilos ingatlanba fektetni. És megmutatom, hogy miért. Tehát van két vállalkozó, az A vállalkozó, meg a B vállalkozó. Mind a kettőnek van 20 millió forint nyeresége év végén. Nézzük az A-t. Az A 10 milliót elkölt magára, és azt mondja, hogy maradt 10 millió forint. 10 millió forint, tegyük ingatlanba. Jó, de 10 millió nem lehet ingatlant kapni, ezért fölvesz 20 millió hitelt, ugye ez a tőke, és 30 millióért vesz egy ingatlant. Jó, eddig világos. Ezt kiadja, és ebből a pénzből 10 év múlva kifizeti a hitelt. Ez körülbelül ez egy korrekt gondolat. És ez a, lesz egy 30 milliós ingatlanja 10 év múlva, ami ér mondjuk 60-80 millió forintot. Következő évben megint csinál 20 millió nyereséget, és itt jön a probléma, ugye ez a nyereség. Mi a probléma? Az a probléma, hogy miért csak 20 milliót csinál, azért, mert keresett egy jó lakást, nézegette, aztán hitelügyintézésbe ment, aztán papírozott, aztán kicsit felújította, aztán egy kicsit ráköltött, aztán kiadja, akkor még egynek adja ki. Tehát napi 1-2 órája elmegy, jellemzően a folyamatokból és a rendszerekből. De igazából szorgalmas, a következő évben is van 20 millió forint nyeressége. 10-et elkölt, 10 megmarad. Mit csinál? Azt mondja, meg milyen jó ment. Fölveszek 20 milliót, és veszek 30-ért egy ingatlant. És ugyanúgy kifizetem a bérleti díjból. És szépen ugye összesen 10 plusz 10 év múlva lesz 10 ingatlanja, ami ér valamennyit. Ez az A vállalkozó. Nézzük a B vállalkozót. 10 millió forint megélés, 10 millió tőke. Ő azt mondja, Tibor azt tanította, hogy tegyük a cégbe. Beleteszi a cégbe, kereskedőre, folyamatokba, a rendszerekbe, és plusz 2-3 órával többet dolgozik, mert nem kell a fókuszát megoldania, és a következő évben lesz 40 millió forint nyeresége. És azt mondja, hogy 10 millióból élek, van 30 millió forint, tegyük ezt is a cégbe. És a következő évben már lesz 80 millió forint nyeresége. És azt mondja, hogy már megy a cégem, 80-at költök el, aztán 100 millió lesz a nyereségem, aztán 200 millió lesz a nyereségem, aztán 500 millió lesz a nyereségem. Ezért nem szabad ingatlanba tenni, mert ez az ember 10 évig 10 millió forintból él. Ez az ember a harmadik éve 80 millió forintból él. Aztán 100 millióból él, aztán 200-ból él. És ő ezért járt fiat puntóval, mert ő mindig 10 millióból él. Mert nem nő a cége. És a ingatlanból jövő pénzt befekteti. Oké, 10 év múlva lesz 10 ingatlanja, de a cég addigra már gyakorlatilag elhal, mert a 10 ingatlan kezelése amellett nem tud vállalkozni. Hogy mit ér 10 ingatlan, nem tudom 10 év múlva valamennyit. De ennek az embernek lesz évi 500 millió nyeressége. Azért jobb 500 millióból élni, mint 10 millióból. És még egy. Mennyit ér egy 500 milliós cég? Mondjuk szolidan számolva egy 8-as PL-vel 4 milliárd forint. Hogy 10-30 milliós ingatlan nem fog 4 milliárdot élni, az egész biztos. És ennek hol van? 600-700-800 millió a vége. Ezért, ha cégépítő vállalkozó vagy, akkor nem szabad ingatlant venni, bármilyen jó ötletnek tűnik, hanem a cégbe kell tenni a pénzt, mert ott tudsz extra nyereséget, extra profitot tenni. És akkor a válságról is beszélgettünk, ha jön a válság, kinek a cégét viszi el a válság? Hát, ez van. No, ennyit az ingatlanról.